Hagyományos iskolai körmenettel kezdődött meg péntek délelőtt a Bolyai iskola idei ballagása. A himnusz közös éneklése után az alsóbb évfolyamosok búcsúztak ünnepi műsorral diáktársaiktól. Barátság! A barátok felvidítanak, ha rossz a kedvünk. Velünk nevetnek, ha vidámak vagyunk. De a legfontosabb, hogy akkor is mellettünk állnak, amikor igazából semmire sincs szükségünk. Az iskola zászlajának átadását követően Szalai Virág búcsúzott el az iskolától, tanároktól, diáktársaktól. Eljött ez a nap is, amire annyira váltunk, néha féltünk, és most mindenkiben vegyes érzések kavarognak. Nosztalgia, félelem, izgalom, öröm és egy lelki bizonytalanság. Mi lesz az érettségünk? Mi lesz, ha felvesznek? És még inkább mi lesz, ha nem? Mi lesz a következő lépcső, amit meg kell lépnünk ahhoz, hogy elérjük céljainkat? A végzős osztályok szallagjainak felkötése után Kocsis Zoltán búcsúzott el az iskolából ballagó 120. évfolyamtól. Szoktuk mondani, csak a szépre emlékezem. A meg annyi kedves jelenetre, a gyakran jókedvű mindennapokra, a sportnapokra, és főként az osztálykirándulásokra. Szívesen nézegetitek sok-sok fényképet és videófelvételt, és e fotók olyankor megélednek. Számtalan barátság szövődött az elmúlt évek során, és mi tudjuk, hogy ezen barátságok akár életre szólóak is lehetnek. A piarista iskolában szintén péntek délelőtt tartották a gimnazisták ballagását. Elsőként a végzősök búcsúztak el iskolájuktól, tanáraiktól. Most, hogy itt állunk az iskolák jelképező platánfa alatt, elgondolkodunk az elmúlt éveken. Vannak közöttünk, akik már 12 éve állhatnak itt, és vannak, akik 4 éve. Itt állunk és elgondolkodunk azon, hogy minden, amit az iskolától és tanárainktól kaptunk, azok lettek a gyökereink, és mi, mint a fa friss hajtásai elértük azt a pontot, hogy elhagyjuk azt a helyet, ahol felnőttünk, ahol azok lettünk, akik. Mindannyian itt vagyunk, az iskolától búcsúzunk, csoda és varázslat, ez az ég világ. Az iskola zászlajának átadását követően aztán a rossz idő miatt az intézmény kápolnájában folytatódott az ünnepség, ahol az alsóbb évesek búcsúztatták diáktársaikat. Gondolom most a legtöbbeteknek az jár az eszében, milyen jó lenne még csak harmadikosnak lenni, hogy milyen gyorsan eltelt az a 4 év. Régi harcok, régi kopott könnyek, derű, mosoly, néha fájó könnyek. Múlik minden, suhannak az évek, búcsút intünk, búló diák évek. Bereb Zsolt búcsúbeszédében Kalazanci Szent Józsefről emlékezett meg, aki 400 éve, 1617-ben az ingyenes népoktatás fenntarthatósága érdekében megalapította a piarista rendet. Betöltötte a 40. életévét, amikor az utcán kallódó gyerekek és ifjak a maguk gazdátlanságával megszólították őt. És ő erre adott válaszként beengedte őket az életébe, és megszervezte számukra a mindennapos nevelést, oktatást. A városi ballagások sora aztán péntek délután folytatódott a Kossuth és a Haller iskola ünnepségével.